Paks neve összeforrt az atomenergiával, és ha város szóba kerül a híradásokban, médiában, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nagyobb részt ebben a vonatkozásban. És nem is vitatott, hogy nem csak a város, de az ország egyik legnagyobb értéke az atomerőmű, persze gazdasági és nem kulturális történeti értelemben. Mai adásunkban azonban pénzt, politikát és gazdasági hatalmat elcsomagolunk, és a város határában hagyjuk, hogy a történelem fonalát követve fedezzük fel Tolna megye második legnépesebb városát. Történetünk a Luszóniumnál kezdődik. Bár a rómaiak már Augustus császár uralkodása alatt elfoglalták a Dunántúlt, a tényleges bevonulás csak Claudius császár ideje alatt, Krisztus után 41 és 54 között zajlott e környéken. Az egykori provincia határán a római hódítók kiépítették védelmi rendszerüket, a limeszt. Ennek egyik tagja volt a Dunakömlődi botján sáncon felépített tábor, vagy más néven castrum, a Luszónium. Ahhoz, hogy jobban megismerhessük az itt zajló egykori életet, katonai társadalmat, a Paksi Múzeumba kell ellátogatnunk. A Városi Múzeum új kiállító tereit 2016-ban adták át a nagy közönségnek. Itt négy részben, egységben ismerhetjük meg a város történetét, sokszor rendhagyó, a múzeum pedagógiát nem nélkülöző és nagyon is szemléletes módon a kezdetektől egészen a 19. század végéig. Ahol most vagyunk, ez maga a régészeti kiállítás, hiszen Paksnak a régészeti korszakai is rendkívül érdekesek, nem csak a későbbi története. Miután egy folyómenti településről van szó, érthető, hogy minden történeti korban kapott jelentőséget maga a város, és történt itt valami. Az egyik izgalmas időszak a város történetének a római birodalom története, amikor is ugye Augustus császár létrehozta Pannonia provinciát, és a Pannonia provincia határvédelmére a későbbi császárok kialakították az úgynevezett limes vagy ripa vonalak, ami nem más, mint erődítmények és őrtornyok láncolata, amely a Duna túlpartján, tehát a Dunatisza közén és a Dunától északra élő barbár támadásoktól védte magát a provinciát, és egyben a birodalmat is. Ennek a tulajdonképpen határvédelmi láncnak az egyik állomás helye itt Pakson, illetve Dunakömlődön a Sánchegyen helyezkedett el. Ezt a katonai tábort Luszóniumnak nevezték el a római birodalom történetében. Krisztus utáni első század első felében építették föl először, akkor fapalánk tábor módjára, és aztán a későbbiekben pedig kőtáborként üzemelt, és egészen az 5. század első feléig létezett katonai táborként, ami annyit jelent, hogy római, illetve romanizált katonai helyőrség állomásozott benne folyamatosan, körülbelül 500 000 fő között, és hát tulajdonképpen éltek, ez volt a hazájuk ezeknek a katonáknak, családtagjaiknak és mindenkinek, aki a katonaság életmódjához kötődött. A katonai tábort magát körülvette egy falusias település, ahol ezek a bizonyos katonacsaládok éltek, illetve ennek a katonai tábornak volt temetője is. Ezek a katonacsaládok nyilvánvaló attól függ, hogy a család fenntartó milyen rendfokozattal bírt, tehát közlegény volt, vagy valami tisztes fokozatú. Az egyszerű fölbemélyített háztól kezdve a kőházig mindenféle előfordult. Tulajdonképpen a katonacsaládnak a gyermekei is valószínűleg katonákká váltak. Illetve hát nem csak a katona családok éltek ki, hanem olyan kereskedők, vagy kocsmáros, vagy bárki, akik ugye azért éltek itt, mert a zsoldot a katona elköltötte valahol, hiszen a római birodalomban a császárkortól kezdve zsoldos katonaságról lehet beszélni. De például a temető, amiben a katonákat is temették meg, ugye ezek a katona családok is temetkeztek is,
pontosan mutatja a vagyoni különbségeket, hiszen a nagyon-nagyon egyszerű földsírtól kezdve az épített sírkamráig bármi előfordul, ugyanúgy, ahogy a mikorunkban a temető is mutatja a vagyoni különbségeket, ebben az időszakban is ez történt. A tábornak a feltárása a 70-es években kezdődött, mely dr. Visi Zsolt régész a Pécsi Tudományegyetem professzorának nevéhez fűződik, amit azután a Városi Múzeum vett át és folytatta a feltárásokat, anyaggyűjtést és bemutatást. Magában a múzeumi kiállításban ez alatt a több mint 20 év alatt feltárt leletanyag legjellegzetesebb, legszebb darabjai láthatók, tematikusan bemutatva a katonaság életmódját, fegyverzetét, viseletét, étkezési és lakásszokásait, temetkezését és vallását. Láthatunk itt pajzsokat, kardokat, egyéb fegyvereket, különféle fűzőedényeket, és hát nagyon érdekes maga a temető, illetve itt helyezkedik el a vallási vízben az egyik leghíresebb leletünk, egy bizonyos császár szobor töredék, ez nem más, mint egy bronz láb, ami valaha a katonai tábor területén állt ez a szobor, egy körülbelül másfélszeres életnagyságú alkotás, feltehetőleg Rómában készítették és hozták le ide, és azért olyan ritka és különleges ez a szobortöredék, mert hogy a bronzszobrokat maga a Római Birodalom története során már beolvasztották, a későbbiekben meg pláne, és nem nagyon maradtak bronzszobrok a Római Birodalom területén, csak nagyon picike kis darabok, és ez egy hatalmas ép tértől lefelé lévő lábtöredék, rendkívül díszes, tehát ilyen barokkos csizma van a császár lábán, úgyhogy ez a szobor már megjárt a Nyugat-Európát is, hiszen minden más múzeum Bonnban, Hollandiában, Németország más területein is szerették volna kiállítani, úgyhogy ez a mi utazó jelképünk, a Paksi Városi Múzeum utazó jelképe. Tehát tulajdonképpen ennek a birodalomnak a történetéből nagyon sok leletanyag maradt fönt, ami meglehetősen különleges. A későbbiekben is érdekes volt, hiszen miután dunamenti településről van szó, először fejedelmi, majd királyi birtokok voltak itt, míg nem a Paksi családnak adományozták ezt a területet, és egészen a török hódoltságig ez a Paksi család volt a birtokosa Paksnak és környékének. Ugye a török hódoltság alatt itt palánkvár épült fel, megfelelő település szerkezettel, és aztán utána pedig a Rákóczi szabadságharcban kapott ugyancsak ez a Dunaföldi Bottyán sánc jelentős szerepet, hiszen Vak Bottyán itt épített föl egy palánkvárat rá a római táborra, a Dunántúl elfoglalására, azonban ez a palánkvár nagyon rövid életű volt, mert a császáriak két év után felgyújtották, és hát ez is eltűnt. Tulajdonképpen egészen a Rákóczi szabadságharcig nagyon dióhéjban ennyit jelent Paks története, amit Paks Városi Múzeum mutat be. A múzeum emeletén sejtelmes félhomály és egy különleges hangulatú interaktív kiállítás fogad bennünket. A hangszórókból hol a Duna vizének csobogását, vagy éppen vad tajtékzását hallani, máskor egy hajót vélünk elhaladni mellettünk, amelyik hangosan tülköl egyet, közben pedig megbabonázva nézzük a halszörnyet, mely tekintetével követi lépteinket. A Szenicei Kúria felújított vadlástarében vagyunk most, amely a Dunához kapcsolódó kiállítási egységnek ad otthont, Dunatárnak neveztük el, azért, mert a Duna már az őskortól kezdődően meghatározta Paks életét, és minden olyan foglalkozást, időtöltést, mindent, ami a Dunához kapcsolódik, víz alatti régészetet, a hajómalmok működését, a foggazdálkodástól elkezdve a Duna vízi élővilágának a bemutatását tartalmazza. A hajómalmoknak Pakson nagyon különleges szerepük volt, és érdekes lehetett a látvány is, amikor még működtek, ahogy sorba a Dunán egymás után sorakoztak ezek a hajómalmok. Ezeknek a működését egy rövid film is bemutatja, valamint
arra készültünk, hogy különböző interaktív megoldásokkal minél közelebb kerülhessen a látogatóhoz a dunai élet. Itt ugyan főleg diákoknak szánt játékos régészeti feladatokkal találkozunk, de bevalljuk őszintén, csontokat előásni, ez bennünket is felvillanyozott. Most a Paksi Neszovacium kiállítási egységben vagyunk, és ez pedig itt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terünk. Itt a feltáró ládánkban a gyerekek különböző fogakat, fogazatokat tudnak kiásni ebből a homokozó ládából. Itt például ilyen és ehhez hasonló fogazatokat tudnak a gyerekek kiásni ebből a feltáróládából, és van ehhez egy múzeumpedagógiai foglalkozató füzetünk, tehát hogyha a gyermek szeretné, akkor az, amit talált fogat, meg tudja nézni a múzeumpedagógiai füzetünkbe, hogy növényevő állat, ragadozó állat, illetve tudja határozni, hogy milyen fogat talált. A Paksi Neszovacium földünk története közel 1 millió eseményeit foglalja magába, és szeretnénk a természettudományokat közelebb hozni a gyermekek számára a kiállításon keresztül. Éppen ezért nagyon sok interaktív játék és feladat van a kiállításban, amit a gyermekek nagyon szeretnek. Vannak puzzle játékaink, ki tudják adni például a jégkorszaki állatvilágot, vagy a meleg időszakban élt állatokat, ezeket mind nagyon kedvelik a gyerekek. Ez még mindig a löszfal kiállítás, de egy szinten lejjebb idegenvezetőnk továbbra is Eszter. Láthatnak itt egy méretarányos épített löszfalat, az 1-12-es arány kicsinyíti az eredeti löszfalnak, illetve láthatnak egy videót is, amely a klímaváltozásnak az okait mutatja be az ide látogatóknak. Történetünk 1808-ban folytatódik, Deák Ferenc nővére, Deák Józefa ekkor költözött Paksra, klasszicista kúriába, és ennél fogva a hazabölcse is gyakori látogatója volt a birtoknak. Ezekben a szobákban a múlt századi nemesi élet mindennapjai tárulnak fel előttünk, a Duna világa és a löszfalak kiállításától teljesen eltérő és átalakult környezet ne tévesszen meg senkit, még mindig a Városi Múzeumban vagyunk, csak éppen egy másik részlegen. Most a Deákházban vagyunk, azaz a Szenicei kúriában, de Pakson mindenki Deákházként ismeri, azért, mert Deák Ferenc nővére, Deák Józefa egy paksi közbirtokos nemeshez ment feleségül, nemeskéri kis Józsefhez, és az ő házasságukból született gyermekek közül az egyik lányuk, Katalin, itt maradt a házba. És a Katalin férje Szenicei Ferenc lett, akinek az apja egykoron paksi postamester volt, és ők maradtak a kúriába. És miután meghalt Deák Ferenc nővére Józefa, Deák Ferenc az unokahúgához jött látogatóba, egy évben 2-szer, általában húsvétkor és szüretkor tett látogatást Paksra. A kúria története a 18. századig nyúlik vissza, ez a kúria is 1750 és 70 között épült. A kúriákról azt lehet tudni, hogy Magyarország szerte számos helyen épültek. Paksnak a különlegessége, hogy ezek a kúriák, összesen 8 darab van, ebből 6 a főutcán épült egymás mellett. A kúria tulajdonosok általában valamilyen rokonságban voltak egymással, és ahogy bővült a család, úgy bővítették a kúriákat is. Ezért van az, hogy például hiába a 18. század második felébe épült egy kúria, a stílusát tekintve késő barokk, viszont kap egy klasszicizáló homlokzatot, mert a
19. század elején kibővítik, átépítik. Ez jellemző Paksra, jellemző erre a kúriára is, mert ahogy bővült a család, úgy bővítették 1808 és 1829 között ezzel a két első szobával is, amelyek az utcára néznek. A kúriában közbirtokos nemesi réteg lakott, ők amellett, hogy nemesi titulussal bírtak, különböző státuszuk is volt, társadalmi státuszuk, általában részt vettek a politikai életben. Úgymond ez a 19. század a táblabírók világa volt, tehát ők voltak a megye urai, ők képviselték a megyét. A közbirtokos nemesek vidéki kúriája eltér a fő arisztokrácia vidéki kastélyaitól. Több szempontból is, mert ezek a kúriák jóval kisebbek, és általában nem rendelkeznek egy olyan hatalmas parkkal, mint amilyennel rendelkeznek a főurak vidéki kastélyai, de ezek is téglából épültek, boltozatos szobáik voltak, és az elrendezésüket illetően mindig volt egy pitvar, egy ilyen előszobarész, és onnan következtek a szobák. Ezek a szobák egymásból nyílóak voltak, és a 18. századba kívülről fűtötték a szobákat. Ebben az esetben is meg lehet figyelni, hogy itt van egy kályha, de a folyosóról volt a fűtőnyílás. Itt, amikor kibővítik a két első szobával ezt az épületet, akkor elfalaszták. És ebbe a kúriába is, de a legtöbbe volt egy szabad kéményes konyha, és onnan voltak a fűtőnyílások. Az volt a lényeg, hogy a szobák legyenek füstmentesítve, és olyan korán, amikor ne kelljen a meleg miatt zavarni az éppen a szobában alvókat. Nagyon nagy társadalmi életet is éltek megyei szinten. Általában egymáshoz jártak látogatóba, de itt Pakson például az Erzsébet szállóba számos alkalommal rendeztek bált, és illet megjelenni. Deák Ferenc is, amikor eljött Paksra látogatóba, akkor ő jobban kedvelte a családjának a társaságát, visszavonult egy kicsit a politikai élettől, de ennek ellenére azért, ha megjelent Pakson, megrohamozták az emberek az Erzsébet szállóba, és elbeszélgetett velük az aktuális politikai kérdésekről. Én most a 19. század második felének a divatját mutatom be ezzel a ruhával, az 1860-as éveket. Ez egy átmeneti korszak a krinolin és a turnőr között. A krinolin, a krinin szóból származik az elnevezés, lósörényt jelent, azt jelenti lószört, hogy azzal keményítették ki az alsó szoknyát, és egy nagy vas abroncs alkotta, vagy képezte azt a hatalmas terebélyes szoknyarészt. Ezt a kort lezáróan következett az átmeneti kor, amikor maradt azért több alsó szoknya, viszont még nem nyúlik át a turnőrbe, amikor is, más néven fordagály korában, amikor a nők fenekét méretesre képezték ki a különböző csokrokkal. A Paksi Városi Múzeumban lehetőség van arra, nem csak a tárlatvezetőknek, hanem a látogatóknak is, hogy beöltözzenek a 19. század korhű ruháiba, az ampír stílustól 1811-től 1870-es évekig terjedő időszakot fedjük le ruhákkal, és módjuk van arra is, hogy lefotózzuk őket, megkaphatják a fényképet, amilyen módon kérik, és arra is biztosítunk lehetőséget, akit érdekel, hogy korhű ruhában egy-egy itt lakó történelmi személynek az énjét felvéve mutatjuk be a kiállítást, mintha én a családnak az egyik tagja lennék, és úgy vezetem vissza őket egészen a Rákóczi szabadságharcig. Az 1800-as évek fényűző szalon élete után most a szabadban folytatjuk sétánkat. Megérkeztünk Paks másik ikonikus helyéhez, a Sárgödör térhez. A
ez gyakorlatilag egy pincefalu, egy zárt pincefalu, ami a város majdnem hogy közepén terül el. Ez az 1870-es évek körül kezdett kialakulni, amikor a Paksot elérte a filoxéra, és a hegyről le kellett jönni a szőlőkkel, akkor még nem ismerték az amerikai aranyra oltott szőlőket, és a filoxéra megette, lejöttek a homokra, viszont valahol föl kellett dolgozni a porokat, meg a szőlőt, így új helyet kerestek a pincéknek, meg a présházaknak, és kialakították ezt a sárgadőrteret, ez valamikor a város szélén volt, de a fejlődés hozta azt, hogy ez a város közepébe került. Az 1870-es években, mikor kialakult ez a tér, azóta egy virágzó tér volt, óriási híre volt valamikor Pakson a Schillernek, itt állították elő a paksi Schillert. A régi kutatások szerint a 35-40 közötti kocsma volt paksi tulajdonban, ahol csak paksi Schillert árultak. Nekem még volt egy olyan beosztottam, egy báj, a Wolf Jani bácsi, aki Pesten hordta hetente kétszer lovaskocsival 10-10 hektóbort. A 60-as években a szocialista gazdasági átszervezéseket megsínylette az összefüggő pincefalu. A présházak nagy részét éveken keresztül vagy raktárnak használták, vagy gazdátlanul álltak, míg nem az idő vasmarka téglaporrá és füves halommá nem őrölte az egykori épületeket. Az egykori jelentős sárgödör térnek lassan híre nyoma sem volt már. 70-es évek végén, mikor hazakerültem, akkor nekem ilyen pince problémám volt, nem tudtam hova tenni a boromat, és utána kellett nézni, hogy valahova kellene tenni, ahol el tudom tartani, és felfedeztem a Sárgödér tér romokba, felfedeztem, akkor az akkori tanácselnök Jákli Péter segítségével újra föl lett térképezve a Sárgödér tér, majd az ismeretlen helyeket a Totév föltérképezte és elárverezte, újból megvásároltuk. Akkor kezdett újra életni a Sárgödör tér, 72 körül lehetett. Akkor kezdett újra életni, kipofozta mindenki a régi pincéjét, építettünk új pincéket, illetve új présházat, mert a maga pince az megvolt. Volt itt egy öreg bácsi, aki tudta szinte mi pontosan, hogy hol vannak a pincék, az megmutogatta, kibontottuk, egy csodálatos szép pince volt alatta, csak romrá lett téve. Eltakarítottuk, és később 15 éve, 16 éve ezelőtt megalakult a Sárgödör téri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Akik a kultúrált borfogyasztás népszerűsítése mellett természetesen a hajdani és méltán híres paksi Schiller újra méltó helyen szerepeltetését tűzték zászlajukra, ez pedig az országos Schiller Fesztivállal sikerült is. A Sárgödör tér pedig az utóbbi évek egyik legnépszerűbb fesztivál helyszíne Pakson. 141 pince van a Sárgödör téren és közvetlen környezetében. Ma már nehéz bekerülni a pince tulajdonosok körébe, hiszen mindenki felismerte annak jelentőségét és értékét. Itt fejezzük be mai túránkat Pakson, de ígérjük, hogy ezzel nem ért véget a város kulturális, épített és természeti értékeinek felfedezése. Jövünk még Paksra, amikor is az újkori művészetekbe, a Makovec templomba, a Dunapartra és az Atomenergetikai Múzeumba látogatunk majd.